Az ellen kell tiltakoznunk, hogy Józsefvárosban a balliberális városvezetés úgy tűnik, hogy gyöngyös patát akar csinálni a kerületből, ugyanis erre utaló jeleket olvashattunk az elmúlt héten. Erős Gábor alpolgármester arról beszélt, hogy vonzóvá szeretné tenni a középosztálybeli, tehát magyarul a magyar családok számára azt, hogy gyermekeiket már óvodáskorban olyan intézményekbe írassák, ahol igencsak magas arányban vannak cigányok, illetve bevándorlók. Az alpolgármester úr lelkendezve beszélt arról, hogy a forrás is rendelkezésükre áll már, ugyanis nem kevesebb, mint 100 millió forintot nyertek egy uniós pályázaton arra a célra, hogy a szegregációt felszámolják. Na most itt egy elengedhetetlenül fontos tényt le kell szögeznünk, mégpedig azt, hogy a szegregáció az nem valamiféle mesterséges és felülről vezérelt folyamat, hanem nagyon is természetes, az élet alakította ki ezt a szituációt. Valószínűleg az alpolgármester úr is érzi ezt legbelül, ezért mondott olyanokat, hogy különböző extrákkal csábítanák a magyar szülőket mégis erre a hát meglehetősen merész kalandra. Olyanokat mondott, mint hogy ingyenes angol oktatás, vagy informatika oktatás. Hát finoman szólva is megmosolyogtató, vagy fogalmazzunk úgy, teljesen utopisztikus elképzelés, mert nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a szülők a lehető legjobbat akarják a gyermekeik számára, és ők sem feltétlenül szeretnének egy olyan szülői munkaközösség tagjaivá válni, ahol napi vagy akár heti szinten kell összefutni olyanokkal, akik Magyarország legnagyobb bűnözői szubkultúrájából érkeznek. Persze a baloldalt ezt nem zavarja, igazából a baloldalnak mindig is egy sajátja volt, hogy a valóságot olyan mellékesen veszi figyelembe, hogyha a valóság nem akar igazodni az ő elképzeléseikhez, akkor az a valóság hibája. Ezért olyan terveket is hallottunk, hogy megváltoztatnák akár az óvodai kerülethatárokat, amivel ugyan köteleznék az adott óvodát arra, hogy ebből a szubkulturális közegből érkezőket a nagyobb számban fogadják be, viszont a szülőket nem tudnák arra kötelezni, hogy ide járassák a gyermekeiket, és ugyanaz alakulna ki, mint Gyöngyöspatán, csak itt nem másik városban, hanem másik kerületbe vinnék a gyermekeket. És hogyha ez megtörténne, akkor a Mi Hazánk álláspontja ugyanaz lenne, mint Gyöngyöspata esetében, hogy ezek a magyar családok lennének jogosultak kártérítésre. Azonban van nekünk egy javaslatunk a józsefvárosi városvezetés számára, ha ezt a 100 millió forintot tényleg mindenáron a szegregáció felszámolására akarják fordítani, akkor költsék ezt a 100 millió forintot a szegregációt kiváltó fő okokra, tehát ne tüneti kezelést alkalmazzanak. Erősítsék a gyermekvédelmet, az abban dolgozók bérét emeljék, speciális tanintézményeket hozzanak létre ott dolgozókkal, vagy az örökbefogadói hálózatot erősítsék. Ennek talán még lenne is értelme a tüneti kezelésen kívül. Viszont jelen helyzetet tekintve a Mi Hazánk mozgalom azt mondja, hogy még mindig sokkal jobb a szegregáció, mint a mesterséges integráció, akár Gyöngyöspatán, akár itt Józsefvárosban, akár az ország bármely területén, ugyanis a mi vezérelvünk az, hogy a tisztességesen dolgozó, becsületes magyar családokat és annak gyermekeit helyezzük előtérbe, őket akarjuk védeni, és az akár tetszik valakinek, akár nem, ez mindig is a Mi Hazánk mozgalomnak az egyik fő célkitűzése lesz.